Szevasztok, szevasztok, Farming Simulator 22 Sosnovska folytatás. Ugye itt fejeztük be, hogy a kaszálásra átállítottam ide az MTZ-t. És én meg nekiállok, azt hiszem akkor ezzel a másikkal a szomszéd földön bálázni. Mivel ott meghagytuk a szalmát. A szénát, bocsánat. Vagyis füvet hagytunk, nem is szénát. Az is lesz a lépés, ugye gyorsan bebálázzuk, itt nem nagyon számít az, hogy esik az eső vagy se. Bár mondjuk átpörgethetném egy kicsit, és hát legalábbis felgyorsítom az időt. Így mondjuk 10-re. Aztán hamarabb abba hagyja itt az esőzés nekünk. Na. Olyan bután néz ki, hogy fölemeli a... Ó, bassza meg, ezzel nem is tudom lejjebb engedni a vonófejet. Nem, na nem baj. Be kell báláznom, de mindegy, először a füvet akarom bebálázni. Mindenhogyan, hogy teheneknek már lehessen adni. Mert kivesznek az ízből ezek a drága jószágok. Mindegy, hogy hova állok, egyébként tök mindegy. Itt most az eső a szépen meg fogja indítani itt a növekedést. Kicsit megszórom majd műtrágyával, vagy mindegy, hígtrágyával. Aztán hadd nőjön újra, mert majd kell nekem csomagolt is szilázsnak, ha már meg lett véve a csomagoló, ugye. Ő itt aztán leszámbál, ja, és ott a szalma is, a fene egye meg. Na, nem baj. Hadd legyen, mert a... Ahogy néztem, rohadt sok cucc kell a teheneknek. Irreálisan, mondjuk úgy, sok cucc kell nekik, ami 10 tehénnek valami gyötrelem. Ugye a készítő úgy találta ki, hogy egy heti adagot kap a tehén, nem egy közvetlenül egy étkezésre való cuccot, de hát akkor is ez nem túl realisztikus. Bármi a realisztikus ebbe a játékba. Várjatok, mert hát minden szálérkár, úgyhogy ezt a kicsit nem akarom ott hagyni. Vele nő majd az új. Igen-e. Mondjuk ide jobb lenne egy kockabálázó, ami csak szórja kifelé, de hát erre van lóvé. Ez nekem baromira tetszik, ez a szallagos szájízé körbálázó. Mondjuk a körbálázónak konkrétan az elvét nem tudom, mi szerint működik, nem is gondolkoztam még ugye rajta, de ennek van szerintem valóság alapja, hogy mi zajlik a fedél alatt. Csak nem értem, hogy mi szerint... Ja, azok a szallagok, azok tömörítik. Igen. Hát akkor valószínű, hogy aki dohányzik, az tudja, hogy milyen az a cigaretta sodró elmélet. Tehát elképzelhető, hogy az szerint az elmélet szerint működik. Hát ez nem valami szép, ez a egyenes, ez a rend.
kíváncsi leszek, hogy ebből az egy kaszálásból, amit most beviszek nekik, állj meg, ne görbülj el annyira. Hogy hány bálát fognak bevenni, így, hogy tele legyen fűvel. Most aztán fúra szeretném megpakolni őket, most ebben a részben nem is fogok más csinálni. Csak ellátom a teheneket. Mármint úgy más csinálni, hogy addig nem csinálok mást, amíg a tehenek el nincsenek látva. Gyakorlatilag nem is nagyon tudok csinálni mást. Mert ugye még ott van a izé is, a zabból ott maradt a szalma. Amit mondjuk szét lehetne szórni. Aztán beforgatni a földbe. Akár. Ja, közben kerestem egy izét. Egy vellát a mi a fenéhez, a sziláshoz. És nem találtam. Trágya vellát. De csináltam egyet. Idézőjelbe csináltam, mert most átírtam. Mert ilyen 1000 litereseket találtam, úgyhogy csináltam belőle, úgyhogy legyen legalább 2000 literes. Mondjuk én 2200 literre írtam át, nem tudom minek, azért mert félre nyomtam, 2-2-es nyomtam, de hát úgy maradt. Jó az úgy. Ja, és a másik hatalmas nagy pofára esés, gyerekek, hogy ugye az MTZ-82-est azt átalakítottam, homlok, rakodó, csatolót tettem rá, és képzeljétek el, nem kell nekem azt a kukát megvenni, azt a szemetet, azt a hozzá kitalált hulladékmódot, amit gyakorlatilag a módpakba hozzá ajánl, hanem a gyári is jó rá. És a gyárival gyönyörűen működik az az MTZ. A gyári homlokrakodóval. Úgyhogy éppen a botival itt próbálgattam, itt mutattam neki, hogy a botikomám nem akarta elhinni nekem, hogy nem billenti a kanalat, se lesse föl. Tehát azzal mindahogyan megszívtam volna, mert ha föl is veszem vele például a szilást, és felemelem a pótkocsi fölé, akkor is megszívtam volna, mert nem tudtam volna kibillenteni a kanálból. Tehát ez mindahogyan gebaszos, az a cucmány nudli. Aztán elmondom, kipróbálom az MTZ-n a gyárit, és rápróbáltam, és simán működik a gyári homlokrakodóval. Ugye ez jó vastag ez a csík, úgyhogy ebből lesz legalább 2 bála. De lehet, hogy még 2 is. Vagy na 3. Nem olyan gyorsan akarnak nőni ezek a fenyők, amiket én ide telepítettem. Na jó, de hát mondjuk a való életben se nőnek ilyen pár hónap alatt több métert, ez nem izé, ecetfa vagy fűzfa. Ja, gyerekek, gondolkoztam azon, hogy az asszonnyal beszélgettünk itt, ugye ő se iszik alkoholt, én se iszok alkoholt, és agyaltam azon, hogy milyen növényt kéne, milyen... hát én gyümölcsösen gondolkozom leginkább, hogy a szőlőt kivágom a francba, ami van. Szőlünk. Mert azért nem fogom termeszteni, hogy most eladjam, kapok érte 10.000 forintot, egy többel a munka, mint amit kapok érte. Hanem arra a döntésre jutottam, hogy kivágom, és gyümölcsöt
gyümölcsfát kéne helyére raknom. Na de itt mindenki, meg úgy általában mindenki barackkal foglalkozik, barack, alma, cseresznye, ugye szilva. Na én máson gondolkozom, én nekem eszembe jutott, hogy som. Somfával kéne foglalkozni, mert annak a gyümölcse az valami iszonyatosan finom. És az a kurva nagy helyzet, hogy nem találok csemetét. Som csemetét nem találok sehol a környéken. Somfát. Most javasolták nekem egy-két, itt a faluban egy-két ember. Ó, elállt az eső, mondom, mi az a csönd? Kicsit visszább veszem az időt, mert nem ennyire, így mondjuk hatosra. Na tehát ajánlgatta itt a faluban nekem egy-két ember, hogy hát menj ki az erdő szélébe, ott van néhány ilyen somfa, hogy vegyél onnan. Hát de mondom, azok mind olyan vadhajtások, most ki tudja, lehet, hogy volt ott egy somfa, és akkor annak a gyökeréből hajtott ki, vagy valami, tehát az már gyökérről jövő, én az ilyeneket nem szeretem. Mondjuk azt át lehetne oltani, ugye mit tudom én, van nekem mandulafám 2 is, amit az ősszel kivágtam, mert már öregek voltak, de viszont hajt gyökérről. Na most azt meg lehetne csinálni, hogy elhozni egy ilyen vadat, gyökérről hajtó vad somot, és beleoltani a mandulába, mert ugye a mandula az a legjobb ilyen ágya faoltásra. De nem tudom. Hát most, hogyha ennyire körülményes itt a környéken, akkor inkább hagyom ezt a som gondolatát a francba. De egyébként én nagyon szeretem a somot, és az egyik legjobb alapanyag, például tradicionális íjak készítéséhez is, ugyanúgy, mint a tiszafa, ugye a somfa. Aztán úgy megfordult a fejemből. Van egy-két ilyen videó, ahogy nézegettem a YouTube-on, hogy külön vannak kimondottan olyan gazdák, akik erre vannak ráállva, hogy somot telepítettek, és hogy azt termesztik, de hát nem tudom, hogy lehetne az ilyenekkel, vagy valami olyan emberekkel fölvenni a kapcsolatot, akik tudnak ilyen csemetét szerezni, nem kéne több, egy 15-20 darab. Tehát még abban is benne lennék, mert körülbelül van nekem egy 30-40 darab tölgy, fa csemetém, olyan 3 méteresek. Mert nekem az nem kell, hogy azt is odaadnám, hogyha kell, kifizetném én a som csemetét, csak annyi, hogy legyen. És az Istennek nem találok itt a környéken. Nézegettük, az asszony, beküldtem Mohácson a csemetésbe, ahol lehet venni ilyen különböző gyümölcsfa csemetéket, és nincs, ők se tudnak. Elmondom, hogyha egy ilyen kereskedés nem tud fölhajtani somfa csemetét, akkor már gebasz van. Ez valami nem egzotikus ízét kérek, mert például banánfájuk, az van. Vagy mi a lófasznak mondják, banán. Banán, citrom, meg ilyen szutykak, ilyenek vannak, de som az nincs. Nem tudom, hogy ki kóstolta már a somot. Ki evett már somot. Sokan összekeverik azzal a díszalmával. Hát, az nem az. És a másik az, hogy ez leginkább bokorba elérhető. De én nekem fa kéne, nem bokor.
Egyébként most ez a izéről jutott eszembe, erről a, ezekről a kis fákról. Pont tegnap vagy tegnap előtt néztem egy videót róla, hogy ugye a somot úgy érdemes szedni, hogy nem leszedni a fáról, és nem, vagy pedig nem a földről felszedni, hanem alá kell húzni egy hálót. Gyakorlatilag a fa alá, és a hálóba, ami belepotyog, akkor nem ütődik a szem, de hogyha leszedjük a fáról, akkor megkeseredik, ha meg a földről szedjük föl, akkor meg már túlérett. Tehát ez kimondottan az érett állapotába ledobja magát. És azok a fák, amiket néztem a videóba, azok olyan méretűek voltak, mint amik most abban a szakaszban vannak körülbelül, mint amit én ültettem. Ide a föld szélére, hogy ilyen másfél ember méret, körülbelül olyan két-két és fél méteresek. Na ezt is bebálázom, nem baj, hogyha nem fű lesz belőle, vagyis hogyha majd a szalmával, a szénával... Na várjál, igen, a szénával össze fog keveredni. Nem baj, mert akkor az első bála az más lesz legfeljebb. Ott tegye meg a fene. Nem lesz egy teli bála, pont 95. 5% kéne még bele, megnézem itt a szélén. Ha itt maradt volna, de... Várjál, ha nem... Na, látjátok? Erről beszélek, hogy körülbelül... Ha jó, hát mondjuk azok nagyobbak, meg ez fenyő, ez egyenesen nő fölfelé. Az ég felé azok meg ugye... jobbra-balra már terebélyesednek. Várjatok, ezt az 5%-ot belehúzom én ebbe a izébe. Nem is viszem messzire ezt a bálázót, mert ez ide kelleni fog. Égyni. Te végeztél, cimbi? Hát miért nem szólsz be, ezzeg? A... Tegnap este el kellett indítanom a mentést, csak azért, hogy kipróbáljam ezt a villát. Vellát, azért hangsúlyoztam az előbb is vellának. Na, mi volt ez az FPS drop? Nem baj. Aztán, amíg hazahoztam azt a vellát, addig elhoztam a szénaforgatót is. A boltnál még ott maradt a csomagoló, de hát a csomagoló az még nem egy olyan létkérdés, mert ugye még van a szilásból, ami van a bunkersilóba. Közben rálesek én erre az üzemre, hogy itt ez hogy dolgozik nekem. Ásványi takarmány, az hiányzik. Upsza, azt kéne vennem. Akkor veszek inkább egy 4-5 raklapot, és akkor elhozom. Ha arálló, vagy hogy 1000 pénz, ásványi takarmány. Ja, veszek egy 5-öt. Így. Na, aztán az vesz rám az első követ, aki végig szeretné nézni azt, hogy én homlokrakodóval rakom a bálákat.
ezt írjátok meg, mert hogyha van türelmetek végignézni, hogy én szenvedek vele, akkor én megcsinálom. Ezen már ne vesszünk össze. Ez ilyen jó széles. Na verjed csak főfelé. Forgasd át, mert ez most itt mennyi bátra. Ne félj az én lábomat, te nem teszed tönkre. Úgyni. A gyere csak gyorsan, tömeg. Hopp. Akadályozza egy objektum, hát természetesen én vagyok az az objektum. Ezt is kasszáljam le? Nem. Most hova is indultam? Mindegy, a kasszát ide lerakom szépen. Szépen, ügyesen. Égyni. Na most megmutatom nektek, már csak azért is, hogy lássátok, hogy mi okozott nekem majdnem szívrohamot. Ugye először, ez a gyári homlokrakodó. És az a villa, amit gyárilag is megvásárolható, én csak annyi, hogy kicsit átírtam a kapacitását. Ide néz. Úgyhogy nem tudom, hogy a készítőnek mi volt vele a célja. Miért akart ezt így túlbonyolítani, hogy külön csinál hozzá. Na várjatok csak. Ne kelljen már remelnem. Akkorát. Még a végén izét kapok, sérvet. Meg ilyeneket. Erről beszéltem, hogy ezzel azért sokkal könnyebb dolgozni. Ja, hopsz, ez kiment a fejemből. Na jó. Azt az egyet elbírod, ugye? Azt el is felejtettem, hogy ugye ott a súly, az fő kéne venni hozzá. Tudjátok, mire vagyok kíváncsi? Tedd le? Elvette. És várjatok, csak kíváncsiságból valamit megcsinálok. Nekem itt a jobb felső, bal felső sarokba kimutatja, és hát megmutatja. Annak a cusznak, amit megfogok, ez így 620 kg, ez a bála. Most ha én ezt beviszem a teheneknek, fű, mondjuk itt meg azt írja, hogy ja, jobb alsó sarokba is mutatja, igen. Várja, ott élelmiszer állapotot nem mutatja a füvet. 620 kg. Ez most mi? Ez még a telephelyhez tudsz. Tehenek, fű. Nem sok lófaszt ért. Még nagyon sok minden kell oda. Na de mindegy. Na még ez itt átdolgozza, addig én ezzel elszaladok. Ezt ide lerakom. Azt mondja, hogy... Nem, hülye. Ide ez a gép, és ez a izé.
De nem. Hát de nem erre vált, tehát nem ezt mutatja. Így. Így. Így is azt rakja le. Hát ráváltok a gépre. Ez most a gép. Ráváltok. Itt nekem azt mutatja, hogy... Na most jó. Hát pedig egybe mutatja izét a... Villa Perfectly út. Na várjatok, intézek egy raklapvillát, nehogy szó éri a ház elejét. Már a Maci papától megkaptam, hogy izé. Olyan erős leszek, még a végén meghúzom a derekamat, meg ilyenek. Úgyhogy majd most odafigyelek rája. Végül is igaza van, mert nehogy már az én koromba ekkorát kelljen emelni, ezért mondta az orvos is, hogy vizelni is úgy menjek, hogy vigyek magammal segítséget. Nem tudom, jó vicc volt-e. Pedig annak szántam. Remélem, hogy ezen el tudom hozni. Hát már miért is ne tudnám elhozni? Van ezen feszítő, nem? Várjál? Hát nem nagyon. Hát nem mutatja. Lehet, hogy kézzel kell kapcsolni. Szállítási mód... Nem, nincs. Nincs feszítő. Nagyon jó. Hát majd óvatosan. Mi van, beszartál? Nem láttál még MTZ-t? Hát te? Te se láttál még MTZ-t, jó van akkor. Fogadjunk, hogy ez se látott még MTZ-t. Befejezte a segítőt, az is segít... Na. Ez se látott. Nyugati autóval járkál, persze, hogy látható volna a tizedik emelet ellakó városi gyerek. Már hogy láthatott volna? Várjál, nem is innen kéne beállnom. MTZ-t, ugye? Így, eljön meg felé. Á, egy kicsi gyere hátrébb. Várjál, már nem pakolja ezt fel automatikusan. Höpp! Höpp! Hát nem. Biztos? Működési helyzet B. Hát nem kapcsolja be. Jó, van, akkor adjuk. Na, itt viszont átváltok kézi váltóra. Nem is tudjátok, mit csinálok? Rábízom segítőre. A izét. Jó. Addig az összesodrást. Ide rakom a dzsungelbe, hogy ne találjam meg mostanába. Így. Na gyere, gyere, tolassá. Kicsit kiebb állok, mert
Mint hogyha nem onnan szedni, vagy gyűjteni. Na mindegy. Jó. Hű, azt nem is néztem, de jó van, nem vágta ki a... Miért kapcsoltál te világítást? Nem látsz? Havazzek, havazzek. Bár mondjuk még egyszer át lehetett volna sodortatni. Biztos, ami fix. Vigyázz onnan. Kicsit útba vút. Na, kicsit mellé mentem. Ho-ho-ho, ne-ne-ne-ne-ne-ne! Na, mit csinálsz te? Hát nehogy már nem bírsz el, ez csak 1000 kiló, baszod. Ó, gyerekek. Ajjajjajjajjajjajjajjajj. 1000 kiló alatt hápogsz. Hát dicsak buksi. Jó, akkor ide is intézek ide egy súlyt. A bóthoz. 1000 kilónak az ellensúlya legyen. Itt tudom, ez 900 kiló szerintem elég lesz. Hanem akkor, hát elő van a motor a traktorban, annak az is izé, mondjuk középtájon mondjuk rá, hogy úgy rögzül, de hát 900 kilós ellensúlynak elégnek kéne, hogy legyen. Szerintem. Nem akarom ennyire leterhelni a hátsó tengelyt. A franc, mindjárt sötét van. Én is kapcsolok világítást, mint a segítő. Na, így most már talán megbírod emelni, igaz? Jó. Úgy. Most hazára is vegyek egy raklapvillát. Mert ezt le kell minden pakolnom, mindahogyan. Nem, szerintem azt elnézitek, hogyha ott azt kézzel fogom felrakni, ugye? De ígérem, hogy itt a bótnál ezeket így fogom felrakni. Nem is megy ez olyan rosszul. Mint ahogy gondoltam, hogy fog menni. Jaj! Na mi van azzal, dicsek? Hova szög, dicsesz? Mi vagy te? Kangaroo? Kangaros? Kanguru? Bugolnak, bugolnak a raklapok. Nem is viszem annyira. Nem bonyolítom túl. Akadj le! Úgy. Ez meg itt elfordult, de nem baj, majd megigazítja a raklapvilla.
Megigazgatja. Így fordulj. Jó. Állj meg, jó? Úgy, szépen tedd le. Ügyesen, maradja ott! Lehet, hogy azért hisztizik ám, mert izé. Ugye ez autólódos ez a pút. De most miért is nem akarsz leakadni? Nem szúrtam a vill a izé alá. Raklap alá a villát. Hát de hogy? Akadjál már le, így. Na így jó. Manuálisra lehetne állítani ezt a izét, hogy ne autólódos legyen ez a pult, akkor talán nem okozna gondot. De a bálához meg az kell nekem, hogy autólódos legyen. Nagyon jó. Ezt a súlyt itt leteszem. Nem akarom hurcibálni. Várjál. Így. Jó. Ja, meg a villát is. Ugye most akkor GG. Így né. Nézzük csak a pénzt. Aha. Ja, de jó, még vonja a pénzt, úgyhogy segítő még dolgozik. Hát ezt nem tudom a csomagolót még elvinni. Itt ázik, fázik szegényke. Na, és akkor még amit gondoltam, skacok, hogy változások fognak történni, miszerint lehet, hogy már valaki unja ezt a monoton sosnovszkázást. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy be kéne iktatnom egy kis másodlagos mentést is. Tehát, hogy játszok egy másik mappon is. Csak azt még nem döntöttem el, hogy 15, 17, vagy 19, vagy 22 legyen. Mondjátok el a véleményeteket, hogy melyik legyen, és ha esetleg van valami jó kis használható map ötletetek, azt is szívesen fogadom, mert megnézem, és akkor megmondom, hogy van-e benne fantázia. Látok-e én benne fantáziát, mert ugye nekem kell benne fantáziát látnom ahhoz, hogy játsszak rajta. Legutoljára, amikor a Csabi ajánlott, az MTZ-s Csabi ajánlotta a mappot, ugye a Vojvodinát, az egy határozottan jó választás volt azon. Én szerintem azt ki is játszottam annyira, amennyire kellett. Na.
Oda nézzetek a raklap villám. Hogy működik. Így. Így. Akarva se tudnám szebben összepakolni. Jó, várja. Annyivel egyszerűbb és gyorsabb így. Azt nem értem, hogy ezen a pultkocsin hogy nincs feszítő. Azért csak kéne, hogy legyen. Na ez meg itt hagy csordogáljon. Összekapkodom a bálát. Meg a szénát. És akkor még szilást kell majd... Ja nem, hogyha széna van, akkor nem kell külön széna a teheneknek. De lehet, hogy ezt inkább éjszaka nem fogom csinálni. Mert hát, ője vagy Laci, hát hazamehetsz te traktorral is, hát te vagy a gazdája. Nem kell biciklizgetned. Majd ezt hazaviszem, vagy reggel fogom összeszedni. Jó, sem pikpak alszok egyet. Egyébként jobb is, hogy nem álltam neki keresgetni a biciklimet, mert most... Hogy őszinte legyek, fingom nincs, hogy hol van. És a lovamat nem is járattam már mióta. Birkákat, mondjuk a birkáknak van szerintem kajájuk, de hát a szaporodásuk már ki tudja, hogy hol tart. Jó. Így, né? Asszony! Meggyüttem. Válaszolt, hallottátok? Nyihaha. Na jó, ez nem volt vicces. Alvás. Hát legalább egy hatig, mert úgy elfáradtam. Mappügyileg... Iha, október van. Hát akkor visszaalszok. Nyúcig. Mappügyileg mindahogyan egy modernebbe gondolkoznék szívem szerint. Hogy legyen akkor már ilyen is, meg olyan is. Bár mondjuk minden mappon el lehet játszani modern gépekkel. De minden, nem lehet minden mappon eljátszani retro gépekkel. Le kéne cserélnem a házat, mert mindig felakadok valamibe, amikor mászok fel az emeletre. Állj félre! Hogy állsz, kaja ügyileg? Hú, neked van mindened, apafej. Apafej. Koszos vagy? Állj már meg! Azt is le kéne járatnom. Na, nyisd ki, úgy. Gyorsan megyek egy kört a Bellával, nem tart sokáig. Hát most miért nem tudok fűszálni? Úgy. Hogy nőjön a... Ez még dolgozik szegénykém. Ó, de ügyes vagy. Rádudáljak? Szép lenne, hogyha lenne a lóba duda.
Ú, de jó néznek ki így a földek, halljátok. Akkor megyek át biciklivel augusztus környékén Mohácsra. Augusztus, szeptember eleje tele van szalmabálával, de kurva jó néz ki. Mondjuk már elég ritkán lehet ilyeneket látni. Látni. Ugye, mert... elég kevesen csinálják. Új, de szépen fordul ez kormánnyal. Gázzal irányítom. Nyomom a gáznak a kuplungot, mindjárt vártok. Nincs rajta, van rajta? Nincs rajta belső nézet, csak móddal. Új, itt meg már elkezdett főnőni a fű. Nem baj, gyorsan végzünk. 77%, 78. Kicsit nagyobb ívbe megyek. Így. A Bella, nem Béla, Bella. 94%. 97, 90. 100%-os. Üha, szaporodás van már megint a birkáknak. Lenyergelek izibe. De szépen galoppozik. Hé! Így. Állj meg, hagyd ganyízzalak le. Bazd meg, állj már meg. Jó, tiszta. Vize van. Ugyanúgy maradt az ellátása, jó? Így, visszakapcsolom a villanypásztort. Jó, itt meg már van gyapjú is. Ezeket is majd el kell vinnem eladásra, mert... csak gyarapítom. Hogy álltok? Ú, nincs fizetek. Kajátok se sok. Ajajaj, ide is kell hozni füvet. Meg vizet is. Na gyorsan, hol a traki? Hopp. Mindent el kell látni. Hiába, ezzel jár a... az állatkodás, ugye? Ja, a szaporodást nem is néztem. Erre áll a csöcse? Erre hát, ha miért is ne? Állna erre. Ó, de jó víz az van. Lehet, hogy már megint majd el fogok tudni adni egy párat. Jön a kupec. Elhordani olcsóbb lenne. Nem hülyeséget mondok, nem olcsóbb lenne, hanem ha elhordanám, tudja, hogy többet kapnék érte, de hát... na, te maradj itt. De az állatszállítót egyszer meg kell venni. Aztán én most nem akarok arra kidobni 30-40 ezret, vagy még lehet, hogy keveset is mondtam. Hozzá. Várjatok. Ezt átváltom. Így. Á, nem jó sehogy se. Ó, bassza meg a jóval.
Jaj, hülye vagy Laci, hát még füvet nem vittél, bazd meg csak vizet a birkáknak. Ma elfelejtettem. Jó van. Mi csattak kalapáccsal kell a izét berakni? A rögzítő csövet, vagy csavart. Ezt is ide berakom a gazba. Akadj le. Szép kék a súly. Gyere már, hát indulj el hátrafelé, ha... Így. Ez illik hozzá. Nem tudom, hogy mennyi kell nekik, hát ugye elméletileg egy-két bála elég nekik. Tehát azt bála villával el tudom vinni. Felszúrtad? Jó. Már még billeg így is. Ekkora ellensúlya. Majd nem sokára itt ma nem megyek át ezeken a csemetéken. Na most... Mi a gebasz? Bejebb kell nekik ragni, vagy már tele is van? Ja, aha, hogy már tele van. Jó. Na hány birkám van? 25. Jó, akkor marad. Állat? Mit írt ki? Állat opció megnyitása. Ja, jó. Semmi gond. Minden rendben. Na. Tehenek, ha minden igaz, ma el lesznek úgy látva. Hogy aztán ne tovább. Új, hozom magammal a súlyt, fölbírom így akasztani. Elméletileg föl. Gyakorlatilag alá? Ajajaj! Alá akad? Akadj le! Úgy. Várja. Legyen, így.
Jó. Jó. Na. Nem úgy hülye, hát... Föl. Van le. Ajajajajajaj, na várja, rakozz le, így. És kipróbálok valamit. Így kiveszi a kezemből, nem? Vagy mi ez a villáról? Hoppá, de! Hehe! Na csak elég bután néz ki. Várjatok, mindjárt kis realizmust akarok vinni a dologba. Ami nem is olyan egyszerű. Jó. Nem is, várja, mindjárt kitalálom, ám ne izguljatok, nyugalom. Így, nem te kell lesz. Nem is te. Várja. Gyere. Bálázási a főszerep. Az a baj, hogy addig ezt nem tudom megműtrágyázni, se hígtrágyázni, amíg ugye nem izé. Na várja, hogy van? Most azt mondja, hogy szállítási mód, nem? B. Működési helyzet. Működési helyzet. Igen. És akkor most miért is nem? Ja, így. Így. Jó. Azt mondja, hogy B. Eljöttök. Leállítom. Akkor mindjárt megértitek, hogy min is gondolkodom. Ha már realizmus fényében akarok dolgozni. Arra esett, te is? Két bálától. Talán nem. Nem a fenét, nem. Hopp, 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 hopp. Jó. Értem. Nem emelem följebb, akkor nem fog itt a szőbölögni. Ha mondjuk levehetnéd a villámról. Már ez is végül is sok segítség, ugye, hogy nem kell trendezkedni. Elbírom én azt odáig tolni, a vígan. Ne bukdácsoljál, bika vagy te.
Na kicsit előre, most bukhatsz orra. Úgy. Ha már megint esik az eső, az agyamat eldobom. Hogy bálázzak így? Jó van gyerekek, nézzétek el nekem, hogyha nem bálázok most. Láttátok, hogy így is tudnám szedni. Ha akarnám, de hát azért csak nem akarok másfél órán keresztül csak ebből állni tényleg, hogy én itt bóckodok a bálaszedéssel. Ezt gyorsan visszarakom a helyére, aztán így is elég, hogy a szilást fő kell majd pakolnom. Jó, állj le. Szakadó esőbe így szaladgálok. És azt a büdös mindenit, már egy órája megy a videó, és még nem csináltam csuda hasznos dolgokat. Ne, úgy. Ó, mennyivel könnyebb így. Billeg a traktor, aztán mindig azt hiszem, hogy izé... Hoppá! Valami... lag van. Most kéne meg hígtrágyáznom. Faszán bemosná a fődbe. Na, mennyi bála lett? 19 darab. Ezt kioldom, kíváncsi vagyok, hogy mennyit fog bevenni. Egyébként kerestem tegnap, találtam is retro típusú rakodógépet, de nem hiszem, hogy beférnék azzal ide. Na, Z-vel kioldom. Ugye? Ja, nem? Egyszer... Ó, de jó, hogy belebuggolsz már az édesanyád, kótszengeres. Így, B. Na, Z, B. Úgy, nehogy már csak ennyi kellett. Ezért volt itt a tamtam. Nem. Várjál, kibaszunk a helyzettel, idefélre állok. Kitolom a szélére. Jó. Ó, hogy a fene egyen meg, hogy felakadsz. Na most. Várja, így. Minden ellenkezőleg műkszik. Így. Egyszer is akkor Z. B. Most akkor mivel oldom ki? Szállítási mód. Bálák kirakodása Z. Erre vissza felrakja.
B, Z. Úgy. Jó, akkor megmaradt 6 darab, ha minden igaz. Hát de miért maradt meg 6 darab? Hogy maradhat meg ennyi? Nem ezért szenvedtem itt, hogy te meg itt nevedd be. Hát nem kell neki több. 62, fú, hát így is rohadt sok, amit behordtam ide. Na, azt mondja, hogy Z, B. Akkor visszaveszem. Errébb jövök egy kicsit. Azt mondja, hogy így. Megpróbálom még egyszer. Azt mondja, hogy B, Z. Hogy rohadjál meg. Azt mondja, hogy így. Hát nem kell neki, jó van akkor. Nesze neked, hülye gyerek. Így. Hoppá! Ezt elfelejtettem, hogy itt egy villanyoszlop. Várjatok csak, hogy is kéne, ezt el kéne szelektálnom. Valahogy. A füvet. Nem összekeverendő a szénával. Bár színre is biztos, hogy lesz eltérés, de... Na így föl... Emelem így le, jó? B... Nem, Z... Z, az apja faszát Z. Vissza, 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 vissza. Így... És akkor B, Z... Jó. Ennyi. Meg akkor ezt is. Vagy akkor már nézzen is ki valahogy. Úgy. Most annyit viszont megtehetnék, ezt leakasztom, mert ezt nem csinálja a segítő, ugye a bálázást. Jó. Ezt ráakasztom. Állj meg, így. Gyere csak, Sanyikám. Így. Jó. Jó. Mondjuk műtrágyával illene megszornom. De ott tegye meg a fene, jó lesz ide a hígtrágya is.
Hát, hogy egy kicsit bejebb bementem. Nem, jó lesz ez így. Na, így. Menjél, öcsi. Jó van. De idegesítő ez az eső. Fölrakom inkább 10-esre az időt. Na ez meg itt lesz a fasza széna. Mondjuk ezek a földek amúgy is csak 50-re voltak ganyézva, jól emlékszem. Mondjuk szénából többet kéne csinálnom, mert ugye kéne a takarmánykeverőbe is. Hát most ennyi van. Legközelebb lehet, hogy ezt a földet, ezt kéne úgy kaszálnom, hogy ezt akkor becsomagolom. Majd, vagy mind a kettőből szénát csináljak, hát tudom én. Majd kitalálom. Hát, ha még lehet itt majd kaszálgatni. Az lesz a szép, hogyha nem lehet kaszálni. Mert már ugye föl fog nőni a fa. Október hónap van. Hát igen, mondjuk Oroszország környé, vagy Sosnovszka, Oroszország, Lengyelország, mit tudom, hova tartozik. Itt lassan a hónak kéne inkább vergődnie, nem az esőnek. Ugye? Lassan. Már mondjuk szeptember, október, november az téli, vagy őszi hónap. Hónapok, és akkor a december, január, február az a hivatalos tél. Aki esetleg nem tudi. A cénám az nem lesz olyan sok. Tolassám. De mondjuk a föld is kisebb. Jóval kisebb. Majd lehet, hogy meg kéne keresnem, hát de hiába keresem meg azt a módot, hogy van egy olyan mód, hogy ugye csapot rakunk az istállóhoz az állatoknak, és akkor az ott csak megnyitjuk, és akkor meg vannak itatva. De hát a teheneknek ebben az esetben itt Sosnovszkán nem kell víz. Mondjuk nem értem, hogy miért. Na, úgyhogy aki esetleg nem volt itt, annak elmondom még az izét még egyszer, hogy az ötleteket szívesen várom, hogy 15, 17, 19 vagy 22-ből kéne párhuzamosan egy videót csinálnom, és hogy kinek milyen map ötlete lenne retro, vagy nem retroba, hanem modern. Lényegében nekem az a fontos, hogy ne az a baromi nagy földes legyen, és ne sík,
hanem legyen rajta valami kis domborzat, ha nem is nagy, az is már jó, de hogyha kicsit nagyobb, az is jó, közepes méretű földekkel legyen lehetőleg, és vagy kicsi, vagy, nem ez a feltétlenül, nagyon kicsi, csak az a ízi, ez a hát elfogadható méret, hát most mit magyarázkodok ezen. És akkor tudnék csinálni egy párhuzamosan egy videót, ami mehetne retro ágon, ez maradna, és akkor maradna egy, vagy lenne egy modern verzió. Hát bassza meg, ebből a szalmából, vagy szénából nekem nem sok minden fog megmaradni, ezt most elviszem a teheneknek, ezt egy az egybe beveszik. Szerintem. Úgyhogy lehet, hogy még kéne kaszálnom. De hát már... Oly. Ja, még nincs tele. Így is már több mint egy óra... Majd egy óra 20, egy óra 17 perce megy a videó. Ki fogja ezt megnézni? Ja, 80. Többet vártam ettől, hogy többet fog hozni. Mondjuk itt ezt a szélét, ezt is hozzá lehetett volna kaszálni. Hát mi van ma ezzel az esővel, hogy nem akar elállni? Hát itt nálunk is esett. Most a játékba is csak szakad. Ha ingyen megyek, alszok még vagy hármat. Hát gyerekek, nagyon gondolkozom rajta, hogy a szén a témát, azt nekem meg kéne oldanom vásárolt cuccból, mert a szalmát azt könnyű előállítani, hogyha nagyon akarom, akkor ugye a szecskát is. Mert nekiállok, aztán vetek kukoricát, és akkor lesz szecskám. Mármint szilázsom, akkor már lesz. Majd azt, amikor lekaszálom a másik földet, akkor ott onnan csináljak izét, szénát, mert ugye most már nem nagyon számíthatok erre a földre, erre, amit most fogok összeszedni bálákat, mert itt fölnő a fa olyan méretre, hogy innen szénát már nem tudok beszedni, maximum füvet. Na, szedd már össze, hülye gyerek. ZB. Mi a faszon? Nem a gáz nyomom, de a gáz nyomom. Nem akar elindulni ez a szutyok. Pedig még jó az egészségügyi állapota. Hát ez be fogja bizony venni. Hát a 19-ből maradt 6 bála, 13 bálát vedd be fűből, és ugye fű az volt.
benne valamennyi. Ebből meg nem volt. Ennyi. Ez így 10 bála? Annyi ám. Azt mondja, hogy B, Z. Z. Lehet, hogy kicsit közel álltam. Z. Jó. Na bassza, meg innen nem is kell neki. Közel álltam talán. Még egyszer át kellett volna dolgozni. Mindig ellenkezőleg húzom a BZ. Az a párt feszállt, akkor bízi. Nem kell neki. Bassza meg a jó, na vegye. És hogyha kézzel leveszegetem őket. Bár mondjuk a textúra alapján olyan, mint hogyha fű lenne. Inkább, mint széna. Hát ez nem kell neki, bassza meg. Most, vegye. Pedig ott írja alul jobb oldalon, hogy széna. Széna 80%. Hát én már nem tudom, gyerekek, hogy most mi van. Várják ki. Kitolom. Így, és akkor ide fogom rakni a szénát. Most már tényleg tanástalan vagyok ez ügybe. Merre, hova, hány méter? Azt mondja, hogy BZ. Hú, ez kivesz az észből. Ez is. Így. Azt mondja, hogy bála kirakodása itt. Egy B, Z. Jó. Jó van, téged most itt hagylak. Jó, vissza egyet. Így. Ó, zsibbad a farom. Ezt átrakom a másik földre, hogy akkor már ganyézza le azt is. Amit csak lehet, szilást áthozok nekik. És akkor megnézem akkor, hogy fog állni a széna. Ellátásuk szénába. Úgy.
Egész nap esik az eső. Ó, de régen gyújtottam rá. Most jutott eszembe, hogy megláttam a bagót itt előttem. Még a végén leszakok. Szép lenne. Éhé! Hát figyelj ma oda! Az előbb megnézted a... hogy hívják amat az MTZ-met, most... ifára már nem is vagy kíváncsi. Már most az lenne az igazi szívás, hogyha nem kéne az egész, akkor hova fogom én ezt tölteni? Bár mondjuk teljes értékű takarmány keverékből ezeknek sohasem elég. Mondhatni, a sok nem elég. Teheneknek. Elsőbségadás kötelező. Na most így, mi van? Jó. Nincs több kapacitás teljes takarmánykeveréknek. Teljes takarmánykeverék. Hát akkor mi a fasz kell itt? Teljes takarmány keverék, azt írja, hogy van ennyi. Széna alig van. Aztán nem kell neki egyik se. Nincs több kapacitás teljes takarmány keverék számára. Hát akkor most mit kell ide hozni? Semmit? És akkor én ezt most hova burítsam? Most valaki magyarázza már el nekem, hogy ez hogy a halálkódszengeres faszán működik, mert én nekem már nincs rálátásom. Azt írja, hogy alig van benne széna, de széna meg nem kell. Ez meg biztos, hogy nem multifluidos ez a siló. Mert hát miért is lenne az? Igen, teljes takarmánykeverék itt nem elfogadott. Hát ez beszarás. Most hova rakjam, berakom addig a műhelybe, ne ázzon. Na, gyerekek, hát... fingom nincs, hogy mi van. Ez már nekem magos. Ha jó, van állapotuk 100%-on van. Se víz nem kell nekik. De hogy mit mutat, én már nem tudom, nem is gondolkozok rajta.
Ez meg ez a nyüves hogy áll itt? Hogy lehet itt kész, amikor a föld felénél áll? Ott van. Esőben nem dolgozik. Pedig elfogadja a föld. Na jó, van, hát akkor túlbonyolítottam egy kicsit. De hát nem értem a jelmagyarázatot. Jelmagyarázat szerint nincs meg mindenük. Teheneknek, de hát nem. Ha nem kell, akkor nem kell. Szalma is van. Egyni. Jó, hát akkor viszont a... rábuci, akkor nem fogom a szalmát bebálázni. A 23-asról, hanem egy az egybe mehet a rába rája. Aztán mehet a tárcsázás szépen. Na, most nem akasztod le? Hülye. Úgy. Maradj itt. Így rozsdásodik az ajtónál. Csuk be. Aha, elkezdett rozsdásodni. Ajaj. Így. Akkor ezen már nem is kell gondolkozni, hogy kell nekem ez a szalma. Ide most repcét fogok vetni, mert kíváncsi vagyok valamire. Elméletileg a repce nem minden mappon, de van, ahol a repce szár az bálázható. Nem látod, hogy merre kell menni? Így, erre. Várjál, az meg nem jó. Tedd le. Komolyan mondom, nem látja, merre van az egyenes. Így. Úgy, és akkor szépen be lesz ez itt. Tárcsázva. És azon gondolkozom, hogy ezt a felét a földnek, meg azt a felét majd még le fogom kaszálni, és ebből is ebből a feléből például izé lesz, fű lesz, abból a feléből meg széna lesz. Azt a felét akkor meg majd be tudom csomagolni az egészet, tehát a 19-es földet itt, ami mellettünk van. Ezt. Na, de jó van, akkor álljál meg. Curikátra, hep. Így. Be is állítom, kikapcsolom ezt a dörgést. Várjatok, egy kicsit eltekerem ezt az esőt, mert már idegesít.
Hát az nem nagyon akar elállni. Na végre. Estére elállt. Hát de fasza. Nem baj, majd itt a segítő el tud dolgozni. Na hát, hölgyek, urak, köszönöm szépen a megtekintést. Eddig tartott ez a mai rész, kicsit belehúztunk, 1 óra 37 perces lett, 36 meg egy kicsi. Visszavárlak titeket a következő részre is, remélem élveztétek, aztán várom a javaslatokat, hát ha kitaláltak valami jó kis kihívást nekem. Map ügyileg, mondom, a verzió az mindegy, 15, 17, 19 vagy 22. Na, jók legyetek, szevasztok!